megint pénz kellene? Hát, az mindig kell. De most valamit szeretnék mondani. Na ki vala annyira sürgős? Levelet kaptunk. Már megint valami büntetés? Na talán rossz helyen parkoltam, vagy nem fizettem, ide van a telefonszámlát? Nem, az valami más. Na ki vala, miért nem mered elmondani? Csak nem a gyerekekkel van baj az iskolába. Na te nem kaptál őket cigarettázni, vagy nem viselkedtek illedelmesen? Nem, nem erről van szó. A sógorod Pista jött vidékről. A Pista? Hát mit akar? Csak nem pénzt akar kölcsön. Nem tud eladni a gabonáját, most nincs pénz a szántásra és vetésre. Nem, azt itt adja, eljönnének. Eljönnének, na még mit nem? Gondolom karácsonyra. És ha nem tévedek, az egész família jönne? Hát igen, pont karácsonyra. Reggel érkeznének, és az ünnepeket velünk szeretnék tölteni. Hiszen már évek óta nem ünnepeltünk együtt. Nem emlékszel, milyen szép ünnepeket töltöttünk együtt, mikor még mi is falun laktunk? Már a levegőben érződött az ünnepi hangulat. Dísznótorok, névnapi misi. Nem szép volt? Ugyan mi volt abban szép, hogy állandóan fáztuk, mert csak azokban a szobákban fűtöttünk, ahol laktunk. Fürdőszoba se volt. Na még az az undorító sára milyenkor ott van? Hagyj engem az ilyennel! Hát mit akarnak, Istenünk elég bajunk? Alig vártam az ünnepeket, hogy vidők tévézek és számítógépezhessek kedvemre. És íme vendégeket hoz az ördög. Az mellé ilyen sokat. Hát a 8 milliárd ember közül miért ezen így akarja velem tölteni a karácsonyt? Mert te megosztottad a kettő sorát. Nem a karácsonyt akarják ők megosztani, hanem a karácsonyi kiadásokat. Ismerem én a Pista sógor dumáját. Abba spekulál őméltóságáig, hogy gyorsabban ússzák meg a karácsonyt. Hogy beszélhetsz itt karácsony hetében? A levelet nem kiéhezett ember írta, hanem a sógorod, érted? Mi nekem a sógor? Sógorság, komaság, nem vagy a gyakiság. Ez csak a közmondást tartom. Én is így tartom, sógor, koma, nem nagy rokon. Azért mégsem kellene annyira tűzbe jönnöm. Ha már el is jönnek azok a vendégek, majd meg leszünk valahogy. Az az egy nap nem a világ. Persze, így beszélnek azok, akik nem törődnek a holnappal meg a családdal. Van neked fogalmat, hogy mi bekerül egy ilyen vendéglátás? Igen, sok-sok örömet, együttlétet, szeretetet. Meg egy csomó kiadást, ráfizetés, mert a vendégvárás olyan, mint a tűzvés, csak kevés, csak pusztít. Na hol is van egy ceruza? Minek az? Na ugyan minek, biztos furuljázni akarok vele. Minek ide ceruza, amikor olyan szépen eltársalgunk? Mert ki akarom számolni, hogy mi kell egy ilyen vendéglátáshoz. Tudom én a ceruza nélkül. A hatalmam csak stimmelünk-e? Szív és szeretet kell ide, semmi más. Előre tudtam, hogy valami okosat fogsz mondani. De aki a családjával egy kicsit is törődik, az nem sajna ilyenkor a ceruzát. Mert figyelj csak ide, csak egy kicsit. Sziasztok! Megjöttünk! Nagyon jó! Apátok úgyis prédikálni készül. Miről akarsz prédikálni, apa? Arról, hogy valami jó spórolási technikád van az ünnepeken? Vagy arról, hogy ma mit olvastál a sajtóban a mai pofákon fiatalok? Hagyjatok már békén, mi baj? Kislányom, részben igazad van. Apáddal most közöltem, hogy karácsonyra meglátogatna bennünket Pista bátyátok a családjával. Na ne! Pista bácsi, Erzsi néni, meg az a két lökött gyereke. Pont teszi az, hiszen az a két gyermek olyan bunkó. Kisfiam, ne beszélj, hiszen veletek egy idősek, és ők is iskolába járnak. Tudomásom szerint Csaba még valami pályázaton is nyert. Ugyan anya, hagyj! Ezek úgysem tudnak másról beszélni, mint állatokról, kertről, traktorról, meg arról, hogy miket csinálnak a plébanián. Mert hát máshol nem szórakozhatnak. Gyermekeim, olyanok vagytok, mint apátok. Hát minden jó érzés kiszorult belőletek. Fogalmatok sincs, hogy mibe kerül egy ilyen vendéglátás. Na lássuk, apa, milyen jó menedzser. Nem engedem, hogy így beszélj apától. Hogy? Nézzük még a mi okos gyermekek, hogyan szerveznek te egy ilyen vendéglátást. Na, hol is van az a ceruza? Na, írja a kisasszony, kezdjük csak az elején. A vendéget várunk, 40-es körtön emléket a házból, ki kell cserélni. Igaz ez? Igaz. Nagyjában nem töltetjük a napot, tehát nagyobbra kell állítani a hűtést a nappaliban és az előszobában. És tudjátok, hogy drágult a gáz is. Igazán van, Janám? Teljes mértékben. Salátával sem várhatjuk a vendégeket, mondva, hogy mi egészségesen négykezű, pedig csak spórolunk, nem igaz? De, ez is igaz. De hát a találkozásra szeretteinkkel megérünk. Meglátod, Lajos, a jóisten visszafizet. Persze, ezt a süket elméletet még most se tudtad kivárni a fejedből. Hát nem látod, ma olyan világot élünk, hogy senki senkit ingyen nem segít. Mindenki csak a saját javát akarja. Te még itt Istenről beszélsz? De Lajos, hogy beszélsz?
Apának igaza van. Kisfiam, ne beszélj így! Ezzel még nincs vége. Menjünk erre fenyőfát, mert úgy illik. Pedig évek óta megtehette fenyőfa, hiszen a gyerekek már nem kicsik és nem ízik ezt a mesét. Igaz, de hát olyan szép lenne, és azért mi is örülnénk neki. Szép lenne, de az árából kifizetjük egy havi villany árát. Na nézzük, mi kell még az ünnephez? Hát kávét is kell lenni, mert hát kávézni is illik. Egy kis sütemény is kell, mert bejegyni nélkül nem ünnep az ünnep. Vennünk kell egy üveg italt, ami szinte 200 lány, nem beszélve a húsról hozzávalókról. Négy csak? Sőt, az ajándékok ráadásul négy személyre pluszban, hát ez azért mégiscsak sok. Hát ez nem semmi. Tudjátok, hogy mennyi ez? Ez minimum 700 lány. Na látod, Gyolán? Ez a te egy havi fizetésed. És még azt mondod, hogy szeretett együttlét emlékezés. Kinek kell ez ma, mikor alig tengődjük egyik hónapról a másikra? Igen, tudom. De hát a találkozásra szeretteinkkel megérjünk. Hát tudd meg, Anyu, hogyha ennek az összegnek a felét nekem adna, tudnék venni a számítógépen egy olyan új programot és egy jó CD-t. Igen, a másik felé pedig nekem, hiszen tudod mennyi kiadásom van. Egy hónapja nem vettem semmi kozmetikumot, láttam egy új pulcsit és egy kabátot, amit szeretnék megvenni. Na meg a fitness bérletem is lejárt meg. Elég legyen ebből. Eddig mindent megkaptatok, amit akartatok. Csak én tudom, hogy csűrtem, csavartam a dolgokat, hogy mindig mindenetek meglegyen. De nem engedem, hogy ettől az örömtől megfosztatok. A testvérem nem láttam több mint 4 éve. És ráadásul tudom, hogy olyan betegsége van, hogy bármikor végezzek vele. Nekem igenis fontos a találkozás a szeretteimmel. Igen? Neked fontosabb a testvéred, mint a családod? Ezt azért nem vártam 20 év házasság után. Ráadásul karácsonykor... Még te beszélsz? Minden percem nektek szenteltem, ez alatt az idő alatt. Plusz munkát vállaltam, túlóráztam, és ezt érdemlem. Hát nem tettem meg mindent, hogy boldogan így, még a szerényen is. Persze boldogan, mikor alig tengődünk egyik hónapról a másikra, miközben mások duskálnak a bőségben. Lehet, hogy igazad van, de eddig becsületesen éltünk. Nem kellett azon aggódnunk, hogy mit eszünk volna. Nem vagyunk betegek, nem vagyunk munkanélkül. Van saját lakásunk, autónk, miközben mások az utcán töltik napjaikat kérdezettem. Gyermekeink itt vannak velünk, és nem kóborolnak éjjelente mindenféle bandától. Hát nem boldog életesz még itt szerényen is. Jaj, anya, te olyan maradi vagy, apának igaza van. Mitől boldog életesz? Attól, hogy mindenért úgy kell kenyeregni, hogy megvegyetek? Mindig azt mondjátok, hogy most nem lehet, mert kell a bérletekre. Máskor a villanyra, meg tudom is én mire. Elegem van ebből, elmegyek a barátnőmhez és ott töltem a karácsonyt. Ott legalább nincs veszekedés, mert van elég pénz. Vár, kislányom, hadd magyarázzam, mert te ezt még nem értheted. Nem értek meg. Andinak igaza van. Nálunk mindig a pénzem van az utat, nekünk minden éppen a rabotőn. Mikor lesz már végre az, hogy megvártam azt a vacak programot a számítógépen? Hát nem értitek, hogy szükségem van rá a diplomamunka megírására? Fiam, én megértedek és tudom, mit jelent. De a nincs miből. Vállaltam egy új építési tervet, de úgy néz ki, hogy idén nem kerül felülvizsgálatra. Ha megkapom a pénzt, megveszem neked a programot, megígérem neked. Nincs miből, mindig csak azt a jó. Elegem van, az utóbbi időben hányszor tudtam veled beszélgetni a saját gondjaimról. Sose értél rá, mindig azt mondta, dolgozni kell. Hát tudod mit, majd elmegyek valahol, pénzt is fogok keresni, és nyugodtan fogok élni. Kérlek, fiam, ne menj, legalább te ne hagyd ki. Nem érdekel, elegem van, hogy mikor leszek én végre a magam. Na látod, először egy gyerekeket is. Mit fogsz mondani a nővéredéknek, ha beállít? Te mindig azzal hencegtél, hogy nekünk ilyen meg olyan jó családunk van. Hát tessék, ez a híres keresztény família. Szerinted csak én kergettem el őket. Te nem is vagy hibás, ugye? Te mindig a példaadó rendes apa voltál, aki megírt a gyermekeit. Hát most miért nem tudtad őket marasztalni? Hol van a hitel? Hol van az a hívő keresztény ember, akinek régebb nagyobb hite volt, mint nekem? Megfélemlítenek a megpróbáltatásod? Erről ne beszéljünk. Annyit csalódtam az elmúlt években, hogy már nem tudom elfogadni, hogy van Isten. Mindig csak a munka küszködés, ez járt nekem. Hát hiába ministráltam annak idején minden nap a szentmisén. Hol van Isten most? Miért nem segít? Segítene, ha nem lenne annyira őszintén. Ha nem panaszkodnál folyton. És észrevennéd a segítségét a mindennapokban. Persze, te a nagy hívő. Miért nem tudtad kiimádkozni, hogy csak egy kicsit is jobbra forduljon a sorsunk, hogy megkapjam az elismerést az új tervemért? Mert nem elég, ha egyedül imádkozom. Szükségem van arra, hogy valakivel együtt imádkozzassak, hogy még több erőt kapjak. De te már előtt Most meg hova csodálva mész?
Elmegyek a testvéremhez, onnan pedig... Hát, szép kis szent este lesz, amit látom. De tudod mit, nem érdekel, menj! Legalább tévészetek és számítógépezhetek kedvemre. Még csak a gyerekek se zavarnak. Sajnálom, talán a magány egy kicsit észesztődik. Na, ez a vacak még mit ördöglött be? Kiégett a képcső. Mikor végre egyedül vagyok és nézhetném a kedvenc műsorom, bedöglik ez a vacak. Feleségem elmért, már ezt megváltoztam. Mit kezdjek most? Na ez biztosan valami kórus megint. Elnézést kérek a zavarom uram, de az építészeti cégtől küldte. Hát még ilyenkor sem adják békén az embert. Ma szent este napja van, állítólag szabad napon van. Igen, tudom, de nagyon fontos dolog, hogy hagyták önt az irodába. Mi lehet az a fontos dolog ilyenkor? Ma délután cég érdeklődött az a új építés tervében, hogy szeretnék találni dönteni. Előre is elnézést kérek, hogy mozolvadány, hogy sürgőségre se találtam. Ez a cég megpályázott egy építési tervet, megnyerte és fizetési határidő december 24. Megtetszett neki az ön terve, és szeretnék személyesen is találkozni önnel, amennyiben ez lehetséges. Hát lehetségesnek lehetséges, csak annak mindig is mikor fizetnek? Amennyiben sikerül megegyezésre jutni, a tervnek 50%-át fizetett most, a többit pedig az ünnepek után önnek is megfelel. Hát nem ahhoz, hogy rosszul indulhatunk. Istenem, kérlek, segíts nekem! De tudod, hogy én mindig bíztam benned, de most nagy bajban vagyok. A családom kicsúfolt azért, amiért hiszek benned. Engem okolnak, hogy ilyen helyzetbe került a család, te létezel és segítesz. Szerettem volna a testvéremmel találkozni, mert nagyon beteg, de ők ezt nem akarták megérteni. Ők csak a pénzre gondolnak, és nem értik, mit jelent ez számára. Nem akarják megérteni, hogy csupán a pénz nem jelent boldogságot. Sok embernek van nagy vagyona, de belül is. Mert nem érzi a te szeretetet, mert a pénz hajászása elhomályosítja a látásukat. Biztos, hogy ők sem ezt akarták, csak eltévedtek az úton. Gyermekeim sem értenek meg, ők is elmentek otthon. A férjem durva volt vele. Eljöttem hát ide, hogy erőt merítsek. Uram, nagyon szeretném, ha segítenél. Nincs erőm hazamenni a testvéremékhez, a családom nélkül. Istenem ad, hogy megoldódjon az a nehéz helyzet. Bízom benne, hiszek benne. Szeretlek, Uram. Kérlek, segíts rajta. Na, ez sikerült. Végre megkaptam a pénzt, hála Istennek. Mit is mondtam, hála Istennek? Lehet, hogy ez mégiscsak Isten segítsége volt. Istenem, olyan miért nem bíztam benned eléggé? Most hiába van most pénz, ha nincs akire költsen. Kedvesem, de jó, hogy visszajöttél és mégsem mentél el. Jó hírem van, nem bánom, jöjjenek a testvéredék. Mi ez a hirtelen változás? Hát tudod, megkaptam a... Bocsánatot kérek, hogy olyan idegesen mentem. Mi a baj? Mégsem töltöd a pénzed barátnődnél a karácsom? Úgy néz ki, hogy nem, mert a szülei nagyon összevesztek, ugyanis kiderült, hogy megcsalják egymást. Mindkettő úgy tudta, hogy a másik nem lesz otthon, mert dolgozik szent este is. A barátnőmmel a nagyszülőkhez kellett volna menjen, de sajnos mindketten tanulni voltunk ennek a szörnyű eseménynek. Azt hiszem, mégiscsak jobb időn, még ha... Na mi a fiam, hát semmi munka? Ne haragudjatok, hogy én ugyanúgy voltam, de tényleg nagyon zavar, hogy a nyakamon a diplomamunka és nincs meg a hozzá, ahol van. Csak ennyi lenne a gond? Hát nem egészen. Mérgen belmettem a kávézóba és ott pár alappal ültem egy asztalnak, akiknek elmeséltem, hogy mi bajom van. Ők segíteni akartak és elvittek egy fura alapot. Olyan munkát akartak rám bízni pénzkeresés címén, hogy megjártam tőle. Azt akartak, hogy szerezzek olyan lányokat, akik akár prostitúcióért is, akár a szerveikért is fizetnek. Én el sem tudtam képzelni, hogy létezik ilyen, pedig az oszi beszélt róla oszióra. Örülök, fiam, hogy hazajöttél. Nem bánom, megveszem neked a programot, már megkaptam a pénzt. Kedvesem, a tárom elfogadták és megkaptam az összeg felét. Tessék, itt van, mehetsz vásárolni. Hát nem jön, hogy elhiggyem. Ez igaz? De jó, amíg anya vásárolni, egy kicsit tévézünk. Hát, az bajosan hiszem, mert el van romolva. Ne akartam kapcsolni, de kiégett a képcső. Hát akkor nem lesz tévé az ünnepeknek? Hát nem, de segítsetek bevásárolni, vagy fenyőt díszíteni, ugyanis vettem egyet az a felejövet. Jaj, de jó! Ismét lesz karácsonyfánk! Hozom a díszeket!
Na, ez biztos valami kurvus megint. Hagyj, majd én megnézem. Drága testvérem, micsoda meglepetés. Holnap próbálkunk. Szerint sógor, szia Bigi, szia Csaba, gyertek be. Kezét csókolom, Elzsi néni. Isten hozta sógor bácsi, sziasztok. Szerbuszok. Hát látom, kissé furcsán néztek. És igazatok van, hiszen arról volt szó, hogy csak holnap jövünk. De tegnap este azt mondta a férje, hogy a sógoréknak szerezzünk egy kis meglepetést, és jöjjünk hamarabb. Hát ez sikerült. Indulhatunk-e már? Hova mentek? Alig, hogy megérkeztetek és már venni akartok. Tudod, Pistának van egy idős nagybácsi, akit már nagyon rég láttunk. Szeretnénk őt is meglátogatni és később visszajönni. Hát jó, úgyis dolgunk van, mert hát vásárolni kell az ünnepre. Nem igaz, Dani? Igaz. Gyerekek, legyetek egy kicsit türelemmel. Én szívesen megyek veletek. Tudjátok, a plébánnál szoktunk segíteni. Tagjai vagyunk az ifjúsági csoportnak, járunk az idős emberekhez, és mi szoktunk nekik bevásárolni. Én is jövök, mert én jó matekos vagyok. Na meg alkudni is tudok ám. Na nem mondatok. Dani, inkább azzal foglalkozz, mutasd meg, hová tegyék ezt a sok csomagot. Igazad van, mert hát hoztunk egy-két órót. Tudjuk, hogy nektek is meg nehéz a megélhetés itt a városban. Ugye emlékeztek még a régi jó szokásokra, disznóvágásra, disznótóról? Bizony, nemrég beszéltünk róla. Hoztunk egy kis lisztet, szövetséget, húrkát, olvász és most, hogy legalább azt sem kell megvegyétek. Nem akarunk mi költségbe várni titeket, csak együtt akarunk örülni veletek ezen a csodálatos ünnepen. Jaj, de ilyen sokat, ez egy vagyonba kerülik, meg sem tudom köszönni. Lélem egy sógor. Idén kifőztük a pálinkát, a bores nagyon jó sikerült, hoztam belőle egy kis kóstolót. Remélem ízni. Én nagyon zavarba vagyok, azt se tudom, hogy köszönjem meg. Ezt neked hoztam, remélem tetszeni fog. Tudom, hogy szereted a kozmetikumokat, és úgy gondoltam, meglepnek vele. A mindenit, és nem csak kozmetikum, hanem egy új pulóver is. Hát honnan tudtad, hogy ilyenekről álmodoztam már épp? Nem tudtam, csak gondoltam, hogy jól állna neked, és örülnél neki. Megtanultam a plébániával, hogy milyen jó dolog, ha valakinek örömet szerezhet. Egyben én belinyújtottam neked. Tantárzásányom voltam informatikából, és külön gyert adtam. Voltam neked egy kopát programot, a számítógépeket, néhány jó tévé. Gondoltam, te is örülni neki. Nagyon szépen köszönöm, de hát hogy tudom én ezt megtenni? Nem kell meghálálni, azt hallottam, hogy a szívből jövő ajánlni kétszeres öröm. Öröm annak lakni, adja öröm annak, aki kapja. Én csak örömet akartam szállni. Nem csak örömet szereztél, hanem meglepetést is. Nem is tudtam, hogy te együtt tanulsz, és hogy ilyen jó vagy. Na, ugye megmondtam? Igen, anya, neked mindig igazad volt. Na gyertek, gyerekek, tényleg most már kell induljunk, elnézést, de szegénynek bácsikám erősen van. Gyertek, tudom, hogy jobban örülnétek, ha most vásárolni lehetnétek, de viszont vannak kötelezettségeink is. Jó, megyünk. Na mit szól ez a híres fukat, mit nem család? Hát nem is tudok szóhoz jutni. Nagyon meglepődtem, csak szégyeltem bevallani, hogy lenéztem őket. Már nem is kell semmi, hiszen megkaptam, amire vártam. Milyen különös, pont azokat a CD-ket hoztam, amelyeket szerettem volna megvenni. Ő informatika versenyt nyert, én meg alig mentem általában a fényébe. Hát nem is tudom, hogy mit tudom ezt, akik meghallanak. Látjátok? Ezt jelenti a család, az egymásra figyelés, örömszerzés. Apa, mit szólsz el? Nem kell kötekeznünk az ünnepekre, és abból a bizonyos összegből, amit rájuk költöttünk volna, vehetnénk egy új tévét is. Hát... Úgy érzem, én kellene a bocsánatot kérjek, és elsősorban anyátoktól már nagyon megbántottam. Hülyeségnek tartottam a hitét, a karácsonyi örömöt, ünneplést, együttlétet. Nem lehet véletlen. Tehát mégiscsak jobb lenne, ha én is újra hinnék, mert hogy megtanulnám értékelni, hogy mi a család, odafigyelni és törődés. Nem is tudjátok, hogy mekkora örömöt szereztetek nekem ezekkel a hallomásokkal. Nem kell bocsánatot kérnetek. Csak egy dolgot szeretnék. Azt, hogy higgyetek a szeretetben, mert aki szeret, azt hisz, remél, és annak semmi sem nehéz. Ilyen szeretettel tudta a Szent Család is elviselni annak idején a sok nehézséget. Köszönjük, hogy vagy nekünk, és általad igazi karácsonyunk lesz!